Az első lehetőség a Szeul előtt adódott a mérkőzés elején, de aztán néhány szögletet leszámítva. Ennél közelebb nem kerültek a továbbiakban Sólyom Csaba kapujához a szegediek. A PMFC mezőnyfölénye pedig a 31. percben érett góllá Szabó Richárd révén. A második félidőben játékvezetői következetlenség miatt elburjánzottak a szabálytalanságok és a durvaságok. Ennek eredményeként a 83. percben büntetőhöz jutottak a pécsiek, amit Koller értékesített, így biztosítva a hazai győzelmet, annak ellenére, hogy a Szeul egyetlen kapura lövés sem jegyzett ebben a játékrészben. Volt egy tervünk, ami úgy nézett ki az első félidő első felében, hogy működhet, 3-4 komoly lehetőségünk volt. Azokkal nem tudtunk élni, utána egy ilyen megpattanó lövésből vezetés szerzett az ellenfél, ami félig meddig ilyen öngólnak mondható, tehát a játékos sem elmondás szerint megpattant, hogy elment a kapus lába között, amit egyébként tudott volna védeni. Amivel problémám van, az a második félidő, mert nem tudtunk abszolút a hazai csapatra nyomást gyakorolni. Ellenben azért a hazai kispad azt tud nyomást gyakorolni itt a játékvezetőkre, mert ez a stílus ez azért kicsit furcsa nekem, és egy ilyen vicces büntetőt kapott az ellenfél. Azért szeretném hozzátenni, hogy teljesen megérdemelten nyert, és nem befolyásolt ez a mérkőzés kimenetelét, de azt azért kicsit sokan van, hogy 12 büntetőt rúgtak ellenben a mi nullánkkal, úgyhogy nyilvánvaló nem véletlen kapnak ennyit, jó támadóik vannak, mernek a 16-oson belül cselezni, tehát biztos jogos is volt ebből jó néhány, de a játékvezetők sem tudják véleményem szerint ezt a nyomást elbírni, és dobálják is magukat. Minden egyes kontakt után a játékosok, a támadók dobják magukat, és kiabálnak, és a kispadról 80 ugranak föl, szerintem ez egy kicsit. Nincs a PMC-nek erre szüksége, úgy gondolom, enélkül is meg kell nyerni ezt a bajnokságot. Márton Gábor éppen fordítva látta a sok szabad rúgás okát. Nagyon tisztátalanul futballoztak véleményem szerint. Nyilván úgy futballozik mindenki, hogy hagyják. Nekem ez furcsa, ez a játékvezetői felfogás, tehát össze-vissza rugdosnak minket, de olyan helyeken, ami abszolút nem a játékból adódik, büntetlenül, nem tudom, hát majd hozzá kell szokni, úgy látszik, hogy pankrációt kell nézni, nem futballt. A PMFC vezetőedzője ezzel szemben csapata teljesítményével maradéktalanul elégedett volt, és kitért a téli felkészülési időszakra is. Látjuk, hogy mibe kell fejlődni, mibe vagyunk jók, nyilván azon is lehet mindig javítani, és keressük továbbra is azt a keretet, aki ugye 2,5 éve elkezdtük a csapatot építeni a föld alól nulláról, nulla játékossal, folyamatosan frissíteni kell a csapaton, és keresni azokat a játékosokat, akik minőségbe most már tudnak segíteni, mert a tavasz erről fog szólni, úgyhogy most még lesz egy 2 hét edzés, nyilván más jellege, mint eddig, de nagyon hosszú lenne a szünet, aztán elmegyünk pihenni. Van mit, nekem is és a játékosoknak is, de azt gondolom, hogy független attól, hogy most ez a tabellán mit ér, vagy mit nem ér, ettől függetlenül azt gondolom, hogy ott vagyunk szorosan, és abszolút partiban vagyunk a feljutásért. Örültem volna nyilván, és volt rá lehetőségünk, hogy még a fél évet is saját kezünkben volt, hogy a fél év alatt is mi legyünk az első helyen, de hát ezt sajnos elszalasztottuk, úgyhogy majd a végén szerintem az a leglényegesebb. 16 forduló után tehát így néz ki az NB3 középcsoportjának tabellája az MLS honlapján, a PMFC 2 ponttal a listavezető Dunaújváros mögött a 3., továbbá a régióból a Paks 2. csapata 26 ponttal a 7., a Szent Lőrinc 24 ponttal a 8., a Szekszárd 20 ponttal a 10., a Kozár Mislány pedig 18 ponttal a 11. helyen áll.